Go with me, please, to our text that we've been looking at previously. Kérlek, menjünk el azokra az ige helyekre, amelyeket már az előbbiekben tanulmányoztunk. And I want to forewarn you, I want to take you to a number of scriptures this evening. És szeretnélek figyelmeztetni arra, hogy nagyon sok ige helyhez elviszlek a mai alkalom során. Is that okay? Rendben van ez így? What are y'all laughing about? 'Cause I didn't get to the ones I started at. Miért nevettek mindannyian, hiszen nem is jutottam el azokhoz az ige versekhez, amelyekkel szerettem volna kezdeni. This morning? No, I do. I want to. I'm actually still laying foundation. Valójában még most is csak az alapokat fektetem le ebben a tanításban. És vannak dolgok, amikhez majd holnap, a holnap esti alkalom során fogok rátérni. Vannak olyan dolgok. And the next day. És azután. So, I like things to be strongly, solidly based on the word, don't you? Én nagyon szeretem, hogyha a dolgok szivárdan és megalapozottan alapot vesznek az igében. Not what somebody thought he said. Nem olyas valami, amiről valaki valamit gondolt, hogy az úgy van. But what it actually said. Hanem azt szeretem, amikor tudom, hogy az ige mit mond ezzel kapcsolatban pontosan. Let's look at our text first. 1 John 4. Nézzük meg az első ige helyet az 1 János 4-ben. And John 13. És a János evangélium 13. fejezetében. 1 János 4. And John 13. How many have not been with us in the previous two sessions? És a János 13-ban hányan közületek nem tartottatok velünk az előző tanításokon? In this series, lift up your hand. Okay, quite a few. Emeljétek fel a kezeiteket. Igen, látom, vagytok páram. We'll review a little bit. Egy kicsit ismétlünk, jó? But we can't review too much, or we'll get into the time for the other things. De nem tudunk nagyon hosszasan ebbe belemélyedni, mert nem lesz időnk a többi dolgra. 1 John 4. 1 János 4. And Gospel account of John. És János evangélium. 13. In 1 John 4, az 1 János 4-ben, a 7-es vers. Says, beloved, szeretteim, let us love one another. Szeressük egymást, for love is of God. Mert a szeretet az Istentől van, and everyone that loves, és mindaz, aki szeret, is born of God, az Istentől született, and knows God. És ismeri az Istent. How can you tell the people that are born of God and know God? Hogyan tudod megmondani azt, hogy valaki Istentől született és ismeri Istent? They have this true love of God. Istennek igaz szeretete van bennük. Amen. Amen. This is the mark of the genuine Christian. Ez a mutató jele az igaz kereszténynek. The Lord has brought me back to this. I guess about a year ago now. Az Úr visszahozott engem ehhez a témakörhöz egy évvel ezelőtt. And it's just been burning in my spirit ever since, and it just gets stronger. És azóta is csak lángol az én szellememben, és egyre erősebb és erősebb. Minél tovább megyek vele. Elmondom azok kedvéért ismét, akik nem voltak velünk, hogy az Úr azt mondta nekem, nem hangsúlyozom ki ezt a témakört eléggé. You and others have taught love like it's one of the many subjects that you teach on. Azt mondta az Úr, hogy te és nagyon sokan mások úgy tanítatok a szeretetről, mint egyike a sok témakörnek. You teach on healing and you teach on prosperity. Tanítotok a gyógyulásról, a gyarapodásról, and you teach on righteousness, a megigazulásról, and you teach on authority, and you teach on love. A hatalomról és aztán a szeretetről. He said wrong. Azt mondta, hogy az Úr, hogy ez helytelen így. He said, I am love. Azt mondta az Úr, én vagyok a szeretet. Love is the New Testament command. A szeretet az új szövetségi parancsolat. Everything, including all of your faith, works by this. Minden, beleértve a te hitedet is, ezáltal működik. So this is supposed to be, he went on to talk to me from John 13, this is the mark of the true Christian. És az Úr tovább beszélt nekem a János evangélium 13. fejezetéből, hogy ez az igazi mutató jele a kereszténynek.
Ez által fogjátok tudni, mondja az Úr, hogy az én tanítványaim vagytok. Bármit mondhatott volna az Úr ehelyett, de mégis a szeretetet választotta. Nem azáltal, hogy nyelveken imádkozol, nem a gyarapodásod által, nem azáltal, hogy igéket idézget, és nem a kijelentésed által, ugye emlékeztek az 1 Korintus levél 13. fejezetében, hogy lehetnek kijelentéseid, beszélhetsz nyelveken, adakozhatsz, de ha nincs ez az isteni fajta szeretet benned, és ha nem a szeretet által van, akkor az semmit nem ér. És az Úr mondta, hogy nem hangsúlyozott ki eléggé. És az Úr azt mondta, hogy minden, amit ezentúl fogsz tanítani, azt akarom, hogy egyik lábaddal és az egyik kezeddel szilárdan állj a szereteten. És ez a magja mindannak, amit teszel, mindannak, amit tanítasz, és mindannak, amit szolgálsz. És nagyon dolgozom azon, és dolgoztam idáig is, hogy az én elmém megújuljon ezen a területen. Hányan hiszitek, hogy ez fontos? Ennek kell, hogy legyen az alapja mindennek. This is not supposed to be something we also talk and look at. And the amazing thing to me, ez nem csak olyan dolog kell, hogy legyen, amiről szintén beszélünk. És egy nagyon megdöbbentő dolog számomra is, Copeland testvérrel beszélgettünk erről. És azt mondtam neki, hogy milyen keveset tudok erről. I mean, as you get into it, because we've heard about love, we don't realize that a lot of it's just been in passing. Ugye mennyit hallottunk már a szeretetről ezt megelőzően, és nem tudatosítjuk azt, hogy ez valójában csak így elsiklik a fülünk mellett, ez a sok szeretet téma. We haven't really camped on it. És nem igazán időztünk ezen. Like we have some other things. Ugyanúgy, mint ahogy más többi dologgal foglalkoztunk. And we really are ignorant of this. És bizonyám, hogy tudatlanok vagyunk ezen a területen. You know, Brother Hagin has said this many times. He said, you know, the more you learn, the less you see, you know. A Hagin testvér szokta mondani mindig, hogy látod, minél többet tanulsz, annál kevesebbet tudsz. And you'll find this the most obnoxious know-it-all people that you want to meet are in fact the most ignorant. És a leg kellemetlenebb és a leg úgymond azt hiszik magukról, hogy többet tudó emberek azok, akik a legkevesebbet tudnak ezzel kapcsolatban. That's right. I've had people come on to argue with me about the scriptures and just so adamant, so obnoxious. Voltak ember, akik jöttek hozzám, és próbáltak vitába szállni velem az igeversekkel kapcsolatban, és annyira hajthatatlanok voltak. About their stance, and about 2 minutes into the conversation, you can say they can't hardly find the New Testament. És annyira, igen, annyira makacsok voltak, és annyira hajthatatlanok, hogy kiálljanak az mellett, amit ők akartak, és aztán megdöbbentő volt azt látni, hogy alig tudták megtalálni azt az igeverset, amivel kapcsolatban vitatkoztak velem. Because you have to be that ignorant to believe you know that much. Azért, mert tudatlannak kell lenned ahhoz, hogy azt hidd magadról, hogy te olyan sok mindent tudsz. Velem vagytok még mindig? Because when you, and you know, one thing that'll help you, the Lord told the king, when they were instituting the kingdom under the prophet Samuel and then Saul and you know, and then David and Saul. És egy dolog, ami fog neked segíteni, amit az Úr mondott, amikor megalapozták Salamon, Saul és Dávid királyságát. He told them, he said, when you take the kingdom,
write for you a copy of the law and read it every day so that your heart doesn't get lifted up above your brethren. Az Úr azt mondta nekik, hogy amikor királyok lesztek, akkor legyen egy másolatotok a törvényből, és azt olvassátok magatoknak, nehogy a ti szívetek felül emelkedjen a ti atyátok fiainak a szívén. And you know there's a key here. If you read the word and get in the word. És tudod, hogy itt egy kulcs dolog található, ha te olvasod az igét rendszeresen és a belemélyedsz az igébe. You're always coming across things you don't know. Akkor mindig fogsz találkozni olyan dolgokkal, amiket nem tudsz. It keeps you aware of where you are. És így tudatában leszel annak, hogy hol is vagy valójában. But if you stay out of the word for a while, you get to thinking you know quite a bit actually. De ha kimaradozol az igéből, akkor elkezdesz magadban arról azon gondolkodni, hogy talán te olyan sokat tudsz az igéből. There's a whole teaching here, but that's how deception works. És itt egy egész tanítást lehetne ebből felállítani, hogy hogyan működik a megtévesztés. But if you stay in the word and you come to church and you stay in good meetings, you're all the time going, ooh, I hadn't seen that before. De viszont ha mindig eljössz gyülekezetbe és rendszeresen elmész az alkalmakra, akkor mindig fogsz olyan dolgot találni, amire azt fogod mondani, hát ezt még eddig nem láttam. Oh, and even more important, I hadn't done that. És még ennél is. Többet fogsz mondani, hogy ezt eddig még nem tettem így. Yeah, I knew that, but who ain't been doing that? Tudtam ezt, de nem ezt tettem. And who ain't been doing that at all? Vagy azt is mondhatod akár, hogy egyáltalán nem ezt tettem. Yeah, the Lord told me that 10 years ago. És mondhatod akár azt is, hogy emlékszem, az Úr 10 évvel ezelőtt mondta ezt nekem, és még mindig nem tettem meg. Na, ezt mellőzve, hogyan kerültünk mi most így erre a témára? He that, everyone rather, that loves is born of God and knows God. He that loves not, knows not God, for God is love. Mindaz, aki szeret, az Istentől született és ismeri az Istent. Aki nem szeret, nem ismerte meg az Istent, mert az Isten szeretet. I mean, that is a big statement, isn't it? És ez egy nagyon hatalmas állítás, ugye? Igen, mondhatod, mi van akkor, hogyha igéket tudnak idézni, és történnek csodák a közöttük? Well, if they love not, they what? De az ige azt mondja, ha ők nem szeretnek, they don't akkor nem ismerik God, Istent. For God is love. Mert Isten szeretet. Isten a szeretet. Mondjuk ezt hangosan párszor. Isten maga a szeretet. Ismét. Isten maga a szeretet. Még egyszer. Isten maga a szeretet. A szeretet. And we've suggested to you previously, and I'll say it again for those that weren't with us, I recommend to you that you substitute the word love for God. És már ajánlottam a múltkori tanítás folyamán, de azok kedvéért, akik nem voltak velünk, mindig, amikor az Isten szót találod az igében, vagy a beszélgetésekben, helyettesíts be a szeretet szót. In your readings and in your talking, ha olvasol, ha beszélsz Istenről, ha tanulmányozod az elkövetkezendő hetekben a szeretetet, akkor megnyitja ennek az egész dolognak a birodalmát számodra. Mindig, amikor azt a szót látod vagy hallod, hogy Isten, akkor mondd a helyet azt, hogy szeretet. Anytime you're talking about God, use the word love instead of God. It'll open up a whole realm of things. Mindig, amikor Istenről beszélsz, helyettesíts be és használd ehelyett a szeretetet, és ez megnyitja számodra a dolgokat. For God mert is Isten love. Maga a szeretet. God heals. So what else could you say? Isten gyógyít. Mit tudnál ehelyett mondani? Love heals. A szeretet gyógyít. My God shall supply, but what? Az én Istenem betölti. But my love, mit tudnál mondani ehelyett? Az én szeretetem betölti minden szükségemet. Látod, hogy miről beszélek? Azonnal más
más formát ölt ez az egész dolog. For as many as are led by the spirit of love, mert akiket Isten szelleme vezérel, akiket a szeretet szelleme vezérel, they are the sons of love. Ők a szeretet fiai. See what I'm talking about? Látod, miről beszélek? It takes on a whole dimension, because if you're not seeing, egy egészen más formát ölt ez magára, mert ha te nem a szereteten keresztül látod a dolgokat, from the love perspective, you don't see it like God sees. Ha nem a szeretet szemszögéből tekintesz a dolgokra, nem úgy látod azt, mint Isten. Ha nem úgy foglalkozol vele, ahogy a szeretet foglalkozik vele, akkor nem Isten útmutatását követed. So substitute the word love for God. Ezért helyettesíts be a szeretet szót Isten helyett. In your scriptures, in your thinking, az igékben, a gondolkodásodban, in your praying, in your confessing, az imádságaidban, a megvallásaidban, and you'll find it'll open up this thing to you wonderfully. És úgy fogod találni, hogy egy csodálatosan megnyitja számodra ezt a dolgot. Go to John 13, please. Menjünk el a János Evangélium 13. fejezetében. János 13. 34-es vers, Jézus azt mondta, új parancsolatot adok néktek, hogy egymást szeressétek, amint én szerettelek titeket, úgy szeressétek ti is egymást. Erről ismeri meg mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha egymást szeretni fogjátok. Ez az igazi jellem vonása egy kereszténynek. I don't know if you realize it, but we have a number of people in churches, even in good churches. Nem tudom, hogy tudatosítjátok-e azt, de van nagyon-nagyon sok ember a gyülekezetekben, még jó gyülekezetekben is, that are not born again. Akik nem születtek még újjá. You run across these people at different times. I have in Phyllis, and I have been surprised at people that have been around the Word a lot. És mi is meglepődtünk, amikor találkoztunk ilyen emberekkel, én és Phyllis. Olyan emberekről volt szó, akik az ige körül voltak nagyon hosszú ideig. But there's something not right about it. De van ami nem stimmel velük kapcsolatban. Right. Ugye? You can go to church for years. Érted-e, hogy járhat gyülekezetbe évekig? Lehet, hogy megkeresztelkedtél vízzel. Lehet, hogy a gyülekezet névsorában föl vagy írva, de nem vagy újjászületve. Mi fog hiányozni akkor, hogyha nincsenek újjászületve ezek az emberek? Ez az isteni fajta, isteni szeretet. Mert ez a jel. Vannak csoportok, csoportosulások, akik azt mondják, összegyülekeznek, mind a keresztények, énekelnek együtt, imád, tanítanak, prédikálnak, adományokat adnak. És alkalmaik vannak, de nincsenek újjászületve, még a pásztor sincs újjászületve. We had a man that had come to Réma after retiring. Volt egy ember, aki eljött a Réma Biblia iskolába. Miután visszavonult, és körülbelül 30 valahány évet töltött a szolgálatban. 30-something years in the ministry, went to a prayer group and realized he wasn't saved. És elment egy ima körbe, és rájött arra, hogy nincs is újjászületve. This is after he retired from the ministry. Ez azután történt, miután visszavonult a szolgálatból. So he and his wife got born again. És ezek után ő és az ő felesége újjászületett. And got filled with the Spirit. És betöltekeztek a szellemmel. Came to Réma. És eljöttek a Réma Biblia iskolába. They said he didn't want to go in empty-handed. És azt mondta, hogy nem szeretne üres kézzel hazaköltözni az Úrhoz, hanem akar gyümölcsöket teremni, mielőtt hazamegy. But it shouldn't be a mystery to us
who is the real Christian, who is a true Christian and who is not, because we've got the answer, we've got the direction right here. És nem szabadna ennek valamilyen eltitkolt elvon dolognak lennie, hogy ki az igaz keresztény és ki nem az igaz keresztény, itt megtalálod az igében. Ez az az isteni szeretet. Ezáltal erről fogja mindenki tudni, hogy az én tanítványaim vagytok. Menjünk el a 15. fejezetre. János 15. And he said in verse 9, és a 9-es versben azt mondta Jézus, amiképpen az Atya szeretett engem, so have I loved you. Én is úgy szerettelek titeket. Continue ye in my love. Maradjatok meg ebben az én szeretetemben. If you keep my commandments, you shall abide in my love. Ha az én parancsolataimat megtartjátok, megmaradtok az én szeretetemben, amiképpen én megtartottam az én atyám parancsolatait, és megmaradok az ő szeretetében. Ezeket beszéltem néktek, hogy megmaradjon ti bennetek az én örömem, és a ti örömetek beteljék. Az Úr azt mondta nekünk, hogy járjunk ebben a fajta szeretetben, hogy ennek az eredménye a mi életünkben a teljes öröm legyen. De te is ugyanúgy tudod, ahogy én, hogy nagyon sok ember, amikor elkezd a szeretetről beszélni, nem látod az örömöt. You see a sadness. A szomorúságot lát. You see a heaviness. A nehézséget lát. Well, we just have to walk in love. Hát, szeretetben kell járnunk. Huh? Ugye? He said, if you keep my commandments, ő azt mondta, Jézus, ha megtartjátok az én parancsolataimat, you will live and dwell and stay in this love. Akkor ebben a szeretetben fogtok élni, lakozni, maradni. And these things I've told you, spoken to you, so that my joy would be in you, and your joy might be full, and this is my commandment. És ezeket beszéltem néktek, hogy megmaradjon ti bennetek az én örömem, és a ti örömetek beteljék, ez az én parancsolatom, hogy szeressétek egymást, as I have loved you. Amiképpen én szerettelek titeket. And greater love has no man than this, nincsen senkiben nagyobb szeretet annál, that a man lay down his mint ha valaki életét adja for his friends. Az ő barátaiért. You are my friends. Ti az én barátaim vagytok. If you do whatever I command. Ha azokat cselekszitek, amiket én parancsolok nektek. We talked this morning about the law of the flesh. Ma reggel beszéltünk a hústest törvényéről. Versus the law of Christ. Illetve a Krisztus törvényéről. A Galata 6-ban azt mondja az ige, hogy egymás terhét hordozzátok. És így töltsétek be Krisztus törvényét. Ugyan mondhatod azt is, hogy a keresztény törvényt. When you say, I am a Christian, amikor azt mondod magadról, hogy te egy keresztény vagy, I am like the anointed one. Akkor azt mondhatod magadról, én olyan vagyok, mint a felkent. I am a disciple, a follower of his, then like 1 John 2:6. Akkor ő neki vagyok egy követője, egy tanítványa. És az János első levelében ugye olvashatjuk, hogy az, aki azt mondja magáról, hogy ismeri az Urat, ugyanúgy kell járnia, ahogy ő járt. Mit jelent az kereszténynek lenni? Az Úr azt mondta nekem az elmúlt hónapokban, hogy ez teljesen el lett ferdítve ez a dolog. It's what people call a Christian has been perverted. Az a dolog, amit az emberek kereszténynek hívnak, az a teljesen kiferdített dolog. To the point that many outsiders especially, they don't have an idea what a Christian, real Christian is. Olyan mértékben van ez elferdítve, hogy azok a kívülállóknak fogalmuk sincs arról, hogy mit jelent igaz kereszténynek lenni. What is a real Christian? Mi egy igazi keresztény? It's one like him. Az egy olyan valaki, aki olyan, mint ő. Jézus, ugye? What is being like him? És mit jelent az olyannak lenni, mint ő?
What is the law that he lived by? Milyen törvény által élt Jézus? He was and is love manifested in the flesh. Ő volt és az is lesz a szeretet megnyilvánulva testben. And did he not live a life of laying down his life? És vajon nem olyan életet élte az Úr, hogy az ő saját életét letette? For others. Másokért. So can you truly be a Christian? If you never lay down your life? Lehetsz így valójában egy igaz keresztény, ha soha nem teszed le az életedet másokért? Valaki másért? Some have gotten their thinking so distorted that they think the main objective of being a Christian is being a person of faith. Sokatoknak a gondolkodása annyira el van ferdítve, hogy azt hiszik, azt jelenti igaz kereszténynek lenni, hogy a hit embere vagy, és mindent megszerzel magadnak, amit csak akarsz. No, nem. That's the benefits. Ez a haszon, ami ebből származik. That's some of the benefits. Ez egyike a haszonnak. A hasznos dolgoknak, ami abból származik. The law of the flesh, living a hústest törvénye, after your own desires, amikor a saját kívánságait szerint élsz, living your life to get what you want, amikor azért élsz, hogy megkap mindazt, magadat megelégítsd, és mindazt megkapd, amire vársz, by yourself, is the small life. Az a kicsi élet. Az egy nagyon alacsony szintű élet. It is the restricted, narrow life. Az a korlátozott, szűk élet. It is the unhappy life. Az a boldogtalan élet. The dissatisfied life. A megelégedetlen élet. But the giving life. De az adakozó élet. The fulfilling life. Az a beteljesítő élet. Amen. Amen. It's something we should know. We've heard different aspects of it here and there, but very few have really fully embraced it. Ez egy olyan dolog, amiről már hallottunk, foglalkoztunk vele kicsit, de hogyha valójában ezt magunkhoz ölelnénk, és hinnénk azt, hogy amikor saját magad útjait elhagyod, és átadod magadat teljesen annak, hogy másokért érd teljesen, akkor te lennél a legboldogabb ember, ami csak lehet. Nagyon sokan nem hiszik ezt. But is it true? De igaz-e? How are you going to be happy? Hogyan leszel boldog? How are you going to get fulfilled? Hogyan fogsz beteljesedni? Will it be when you get the new car and the new house? Akkor lesz ez, amikor megkapod az új házat, meg az autót? When you get everything, amikor megkapsz mindent anyagilag, naturally that you want, will they give you that fulfilling inside? Amit csak akarsz, ez fogja neked azt a beteljesedés érzését adni a belsődben? It won't. Nem fogja. But you'll find the people that can have the most stuff and it not have them are the people that it doesn't mean as much to. De fogod látni, hogy azok az emberek, akiknek ez mind megvan, amire várnak, nem igazán sokat jelent számukra. The people who they get up in the morning, they live, they breathe to help somebody. De viszont azok az emberek, akik reggel fölkelnek, és azért élnek, hogy azért lélegeznek, hogy másoknak segítsenek. Amen. Ezek azok az emberek, akik magukhoz tudnak ölelni nagyon nagy látásokat és álmokat. And these are the people that their faith can rise up big to produce that vision because it's working by big love. És ezeknek az embereknek van úgy, hogy a látásuk annyira ki tud szélesedni és fölemelkedni, hogy azt el se tudnád képzelni, azért, mert a szeretetük, ez mind a szeretet, hatalmas szeretet által működik bennük. Are you with me? Velem vagy? Now I want to go into some detail about what it means to lay down your life. Bele szeretnék menni részletekbe azzal kapcsolatban, hogy mit jelent letenni az életet. But before we ever get into it, it's some of these subjects. I heard Brother Hagin talk some years past. De mielőtt ebbe belemennék, vannak bizonyos témák, amikkel
kapcsolatban hallottam Hagen testvér tanítani az elmúlt években. Amikor a démonokról, meg a megszabadulásokról tanított, azt mondta Hagen, hogy helyesen kell ezekről a dolgokat tanítanod, mert ha nem ezt teszed, akkor sokkal több kárt fogsz okozni, mint jót. And that's why I've kept talking about this and talking about this. What's going to help you identify the real God kind of love? It's going to be. És épp ezért folyamatosan erről beszéltem. Mi fog neked segíteni abban, hogy meg tud határozni az igazi isteni fajta szeretetet? Accompanied with joy. Az, hogy ahhoz az öröm is hozzá fog kapcsolódni. I'll say it again and again, I'm going to keep saying it. You're going to think it's a broke record, but... És ismét és ismét el fogom mondani, azt fogod hinni, hogy ez egy beakadt lemez, de akkor is el fogom mondani még egyszer. How can you tell if you're going in the right direction? Tudod megmondani, hogy a helyes irányba mész? Walking in love. Úgy, hogy amikor szeretetben jársz. What did he say? These things I've spoken to you, that my joy might be in you. Mit mondott az Úr? Ezeket beszéltem néktek, hogy megmaradjon ti bennetek az én örömem, és hogy a ti örömötek beteljék. Amikor az igaz szeretet, Isten igaz szeretete munkálkodik, akkor neked ez valójában tetszésedre van, és ez a te gyönyörűséged. És örvend ezzel akkor, amikor áldozatot hozhatsz, és örömben vagy. Amikor te kellemetlenebb helyzetben vagy. Hogy neked várnod kell arra, amíg megkapd a te magadét. És eljutsz arra a pontra, amikor örvendezni fogsz ebben. Örömed lesz ebben. Gyönyörködni fogsz benne. That's when you're maturing in love. Ekkor növekszel te a szeretetben, és ekkor leszel éretté, válsz éretté a szeretetben. That's when you're maturing in God, and that's when God can trust you with precious things. Ekkor növekszel Istenben is, és Isten ekkor tud rád bízni értékes dolgokat. Amen. Mert akkor már nem rosszul kéred a dolgokat, hanem bölcsességben kérsz az Úrtól, és szeretetben kérsz az Úrtól. És ekkor tud Isten hozzád jönni, és beléd menni, és kiszélesíteni a látásodat, és kiszélesíteni a hitedet. Amen. És láttatni fog veled olyan dolgokat, amiket addig még soha nem láttál. És azok a dolgok, amik teljesen amiket addig nem tudtál elérni, most már elérhetővé válnak számodra. Amen. Because you are becoming. Mert egy igazi keresztényé vált. Mert az igazi keresztény módon jár. A Krisztus törvénye micsoda? Egymás terhét hordozzátok, és így töltsétek be Krisztus törvényét. Érted azt, hogy Jézus egyik reggel sem kelt föl, míg itt járt a földön, úgyhogy azt kérdezte magától, mit akarok én ma tenni, mit is akarok tenni? Did he not say, I do always those things that please him? Nem azt mondta Jézus, hogy én mindig azokat cselekszem, amelyek az atyának tetszenek. Talking about the Father. Did he not say, I came down from heaven not to do my own will? Nem azt mondta az Úr, hogy azért, nem azért szállottam le a mennyből, hogy a magam akaratját cselekedjem. Huh? Ugye? But the will of him that sent me. Hanem azért, aki küldött engem. That's the way he lived. He said, oh, mert ő így élt. Én csak azokat cselekszem, amiket látom az én atyámtól, hogy ő is cselekszi azokat. És azt mondom, amit őtőle hallok. Talk about selflessness. Beszélhetünk ugye az önzetlenségről. But was he depressed? De depressziós volt-e Jézus? Did he feel robbed of his life? Úgy érezte, hogy kirabolták őt az ő életéből? Oh.
No. Nem. But this is the bill of goods the devil has sold the church. That if you really give up your life to follow him. De ez az a dolog, amit az ördög nagyon ügyesen kiárusított a gyülekezetnek, ami arról szól, hogyha te tényleg le akarod tenni az életedet másokért, akkor nyomorultnak fogod magad érezni. Mert nem fogod tudni megtenni azt, amit te akartál. És nem leszel képes arra, hogy megszerezd azt, amit akarsz. And we live in a selfish generation. És egy nagyon önző generációban élünk. Do you know it? Tudod? And it's because people have left God out. És ez azért van, mert az emberek kihagyták Istent. Oh, we live in such a selfish generation. Olyan szörnyű, önző világban élünk. It shows up in the little things we'll talk about later. Ez megmutatkozik az egészen aprányi dolgokban, amikről majd később beszélni fogunk. De a nagy dolgokban is megmutatkozik. De te is én vagyunk Krisztus teste. Amen. És az a dolog, ami megvolt ő benne is, ami, amikor itt járt a Földön, ugyanaz a dolog van bennünk is. Ahogyan mi itt járunk a Földön. Amen. És nem csak magunkért kell élni, hanem azért élünk, hogy adjunk. Azért kell élnünk, hogy valójában örömet okozzon nekünk. Hogy gyönyörködjünk az áldozatban, amikor azt áldozatot hozunk. Ha az valaki másnak segít. Halleluja. Amen. És az az ember, aki ezt magához öleli, és ezt követi, akkor egy olyan örömre fog lelni, amit semmi más dolog nem tud neked adni. A beteljesedés érzését, azt, hogy van miért élni. A megelégedettség érzését. Amit csak is a mindenható tud adni az ő teremtményeinek. Amen. Ezt mondja itt az ige, ha megtartod az én parancsolatomat, you'll abide in my love. Akkor az én szeretetemben marad. És az én örömöm benned marad, veled lesz, és benned marad. And your joy will be full. És a te örömöd teljes lesz. Keresitek-e az örömnek a beteljesedését? We just found it. Megtaláltuk. We found it. Azt mondtam, hogy megtaláltuk. We ought to celebrate. Ezért ünnepelnünk kell. Tehát megtaláltuk. Megtaláltuk mindazt, amit semmilyen alkohol, semmilyen drog, semmilyen birtok, semmilyen más ember nem tud érted megtenni. És hogyan cselekszel ez alapján? Úgy, hogy leteszed a te életedet. Úgy hangzik, mint egy nagy móka, ugye? Éppen ezért egy nagyon hatalmas elme megújításon kell keresztül mennünk. Mert minden egyes alkalommal, amikor ide kerül a sor, akkor a hústestet fog tiltakozni, hogy várj egy picit. Várj egy pillanatot. I'm all for the joy stuff, but hát érdekel engem ez az öröm dolog. What are you talking about now? De most miről beszélsz? It's actually the manifestation of sowing and reaping. Ez valójában az aratás és a vetésnek a megnyilvánulása. Go with me, if you would, to Luke. Menjünk el a Lukács 9-be. Those of you don't know what that's about. Azok közületek, akik nem tudjátok, hogy miről lesz most szó. They thought I wouldn't get to it. Azt hittétek, hogy soha nem fogok ide jutni, mi? Luke 9. Lukács 9. We had to talk about Brother Victory. Ugye beszéltünk Győzelem Viktorról. Brother Terry Trial. És a megpróbáltatások Terry-éről. We had to talk about light and easy. És beszéltünk a gyönyörűséges és könnyűről.
Amen. Éppen ezért nem jutottunk el a Lukács 9-be. De mégis, de ez még mindig itt van. Lukács 9. 22-es vers. Are you with me now as far as what it means to be a Christian? What does it mean to be? Velem vagytok-e abban, hogy mit jelent az igaz kereszténynek lenni? Mit jelent? It means being azt jelenti, like the Christ, hogy olyan vagy, mint Krisztus, being like the anointed one, olyan vagy, mint a fölkent, he was and is love, és ő volt, és még mindig is a szeretet, manifested in the flesh, amely a testben nyilvánult meg. How did he live his life? Hogyan élte ő az életét? He laid it down. Úgy, hogy letette. Amen. During his life, az ő élete során he laid down his, I mean, you see, letette az életét. Times, for instance, when he was grieving over his relative, John the Baptist. And ugye számos esetben láthatjátok azt, hogy Jézus megszomorodott a szellemében, például a hozzátartozóival kapcsolatban, mint Keresztelő Jánossal kapcsolatban. És hogy számos tömegek jöttek hozzá, amikor próbált lecsendesedni és elvonulni a tömegtől. És fölkelt, és végignézett a tömegen, és a könnyületesség följött a szívében, és egész nap szolgált feléjük. I'll go ahead and jump ahead a little bit and say this. Egy kicsit előre ugrok, és bátran kijelentem ezt. Something I had not seen that the Lord hates. Van egy dolog, amit eddig nem igazán láttam, egy dolog, amit gyűlöl az Úr. And he despises. És megveti. And it is a perversion of his great love. És az ő szeretetének egy pervers formája. It's a religious, az egy vallásos, vallásos héj, of people who put on a phony act of love for their own spiritual betterment in their mind. Az egy úgymond ilyen vallásos héj vagy maszk, amit az emberek magukra öltenek, olyan keresztények, akik úgymond hamisak, és meg akarják játszani ezt a szeretetet. Trying to act like they love you, úgy próbálnak viselkedni, mintha szeretnének, and they don't care about you. És nem törődnek veled valójában. They're just trying to be spiritual. Csak szellemiek próbálnak lenni. You with me so far? Velem vagy ez idáig? How else could these things like 1 Corinthians 13 that we'll talk about later, that you have mysteries and understand revelation and that you give all kinds of... Mert hogyan lehetne másként az, hogy vannak titkok, vannak kijelentések, amit az 1 Korintus 13-ban olvastunk. És bármit megtehetsz, lehet ismeretet, tudásod, kijelentésed. De semmit nem használ neked, ha az nem szeretetből van. Van egy pervers, egy vallásos, egy istentelen formája a szeretetnek. És tudod-e, hogy az ördög a nagy képmutató? Amikor átalakítja magát a világosságnak egy szolgálójává, és egy világosság angyalává, de ő nem az. De úgy néz ki, úgy tűnik, úgy hallatszik, úgy érzed, and to those who are unlearned, és azok számára, akik tudatlanok és nem tanultak, it can look like the real thing. Úgy tűnhet, mint az igaz dolog. And I'm telling you, és mondom neked, people who don't know God, és vannak emberek, akik nem ismerik Istent, but they have seen the scriptures about love, de látták az igéket a szeretetről, and they know that's supposed to be the important thing, és tudják, hogy annak kell a fontos dolognak lennie, and have a too sweet to be true. És úgy tűnik számukra, hogy ez túl édes és gyönyörű lenne ahhoz, hogy igaz legyen. You know what I mean by that? Tudod, mit értek ez alatt? A syrupy exterior. And it just sounds too good to be true. You know why? És úgy tűnik a kívülállók számára, hogy ez túl szép, hogy igaz legyen. És tudod miért? Mert az. And they're so sweet, and they're so wonderful, until you push them a little bit too far. És annyira
gyönyörű ez a dolog, és annyira édes. And then you'll see one of the meanest, ugliest spirits that you've ever run across. Why? Because annyira jó ez a dolog, hogy amíg ezeknek az embereknek próbálod megmutatni valójában ezt, igazából megmutatkozik az ő valódi arcuk. That love was not of God. És fogod tudni, hogy tudod, hogy ez nem Isten szeretetéből származik. Amikor ők megjátszák ezt az egész szeretetet, és megmutatkoznak, olyan szellemekbe fogsz ütközni, olyan gonosz és mogorva szellemekbe, amit addig még nem láttál. It wasn't real love. Mert fogod tudni, hogy ez nem az igazi szeretet volt, csak megjátszották egy darabig. It was a shift. And I'm just beginning to see this clear. The Lord has ministered to me that he hates this thing. És most látom ezt igazából, hogy hogy az Úr szolgált felém ezekben, hogy ő gyűlöli ezt a dolgot. He despises it. Megveszi. Because it mocks his true love. Mert meggúnyolja, kigúnyolja ez az ő igaz szeretetét. And you and I need to discern it quickly and call it. És te és én meg kell tudnunk különböztetni ezeket a dolgokat, és nevén kell neveznünk ezeket a dolgokat. These are some of the meanest people on the planet. Ezek a leggonoszabb emberek a világon. They will smile and they will say they nevetnek, és azt mondják neked szeretnek. And then they will kick you and they will shoot you. And és aztán megrúgnak és lelőnek. They will stab you and they'll give you three scriptures why it's és meggyilkolnak. Yeah. És aztán három igét adnak neked azért, hogy ez miért van így rendben. They will brother this and sister. Fogják mondani, hogy testvérem, meg testvérem. És a szemedbe mondják ezt, az arcodba, és aztán hátat fordítasz nekik, és jól hátba szúrnak. There's a false love. De van egy hamis szeretet. You and I want to be completely devoid of any vestige of falseness. És én pedig mentes akarok maradni mindenféle hamisságtól. Don't you? És ugye te is így vagy ezzel. When you say something, it's from your heart. Amikor te kimondasz valamit a szádon, akkor az a szívedből van. And it's true. És igaz. Amen. Amen. And you mean it. And és úgy is érted, azt is érted alatta. Isten maga a szeretet. Is God surpy and unreal? És Isten ugye megjátszik dolgokat, és van, amikor nem igazán az igazat mondja. Love will spank you. A szeretet elnáspángol. Ugye? Love will ground you. A szeretet az megalapoz. Want it? Ugye? But it won't lie to you. De nem hazudik neked. I said it won't lie. Azt mondtam, nem hazudik neked. What does the proverb say? Mit mond a példabeszéde? That the wounds of a friend are faithful, but the kiss. Hogy a barátságos embertől vett sebek. Kisses of an enemy are deceitful. Azok hasznosak, de amikor az ellenségettől kapod a csókokat, az már nem olyan jó, és az megtévesztő. I'd rather a friend hit me. Én inkább szeretném azt, hogy egy barátom megüssön, than an enemy kiss me. Mint hogy az ellenségem megcsókoljon. Hadn't you? Ugye? That's what Judas did, isn't it? Ezt tette Júdás is, ugye? You remember that? Emlékszel rá? That's a perfect picture of what we're talking about here. Ez egy tökéletes képe annak, amiről mi itt beszélünk. He came up and the Lord said to him, even oda ment az Úrhoz, you know, friend. És az Úr még ekkor is barátjának szólította őt. Because he was supposed to be. Mert annak kellett volna lennie, barátnak. What did you come out here for? Miért jössz ide, barátom? Kérdezte az Úr tőle. And he reaches up and grabs him and és oda nyúlt az Úrhoz. And kisses him. És ugye megcsókolta az Urat. He's already sold him out. That's the signal that this is the one. És már akkor elárulta, ugye? És attack and take. And we're going to look at this perhaps if we have time. És ez a jele annak, hogy valójában elárulta őt. This kind of act will open you up completely to the devil. És mondom nektek, hogy az ilyen fajta cselekvés fog téged teljesen megnyitni az ördög számára. And this is how people get to the point of deception and oppression and obsession and even possession. És így jutnak el az emberek arra a pontra, amikor a megszállottság, a birtokolni vágyás. By
responding deceitfully to God's precious. Ami az teljesen a maga, az uralma alá kerít tégedet. Love. Amikor megtéveszted és megcsalod Istennek ezt a szeretetet. Hányan értitek azt, amikor téged az Úr szeret, Isten szeret téged, és megnyilván kijelenti magát neked, és az ő irgalmát megjelenti neked, akkor neked megfelelő módon kell válaszolnod erre. Akkor hitben kell válaszolnod. És itt be a response of love to him, and it should be a response of faith. És neked akkor a szeretetben kell válaszolni, és hűségben erre. És hűségben, ugye? Fejezzük be ezt itt, ennek az olvasását. Lukács 9. Luke 9:22. 22. Jesus said, the Son of Man must suffer many things. Azt mondta Jézus, szükség az ember fiának sokat szenvedni, and be rejected of the elders, és megvetetni az a vénektől, and the chief priests, a főpapoktól, és írástudóktól, and be slain, és, and be raised, és megöletni, és harmadnapon feltámadni. And he said to them all, mondja vala pedig mindeneknek, if any man will come after me, ha valaki utánam akar jönni, let him deny himself, tagadja meg magát, and take up his cross daily, és vegye fel az ő keresztjét minden nap, and follow me, és kövessen engem. Does that apply to you and I? Ez vajon vonatkozik-e rád is, meg rám is? Ugye? I want an answer from everybody. Let me... Azt akarom, hogy mindannyian válaszoljatok erre a kérdésre. Hadd kérdezzem megint. When he says, let him deny himself, amikor azt mondja az Úr, hogy tagadja meg magát, az az ember, és minden nap vegye föl a keresztjét, és kövessen engem, how many of us does that apply to? Hányunkra vonatkozik ez? Mindannyiunkra. Is it a bad thing? Egy rossz dolog ez? If you do it, will it make you depressed for the rest of your life? Ha ezt megteszed, akkor depressziós leszel ettől életed végéig? Nem. Is it following the master? Azt jelenti ez, hogy követed a mestert? Is that what he did? Ezt tette ő is. Megtagadta magát. Fölvette a saját keresztjét. Letette az életét. Igen. És egész életén keresztül itt a Földön szomorú volt? Most szomorú az Úr? Nem. Voltak nehéz pillanatok. Efelől nincs kétség. There were some hard moments, but the Bible says in Hebrews 12. Voltak nehéz pillanatok, de a Biblia azt mondja a Zsidó 12-ben, hogy ő még a keresztet is elszenvedte. Amen. Suffered and despised that shame, though. How did he do it? For the joy. Hogy szenvedett és megvetette azt a gyaláztatást. Did I say joy? Miért? Az örömért. For the joy. Az örömért. Azért az örömért, ami előtte volt. Mert az Úrnak az öröme a te erősséged. És ilyenkor azt kell mondanod a másiknak, nem, vidd csak el bátran, én megvárom a magamét. Nem, én azt akarom, hogy tiéd legyen ez a dolog most. Mert én hiszem, hogy Isten nekem ebből később kettőt fog adni. Amen. És ugye hitet igényel, hogy az ilyen fajta hitben és szeretetben tudjál működni. Hogy te hajlandó vagy, hogy ezt föláldoz másért, és hogy abban a pillanatban kicsit kellemetlenebb helyzetben legyél, hogy más áldott legyen. Now you and I can't pay the price for another's sins. We don't need to. It's already been paid. But we can pay a price that the gospel can get to somebody. És ugye mennyivel inkább lennénk hajlandóak feláldozni valakiért, hogy az ember üdvözüljön. Természetesen mi nem vagyunk képesek megfizetni az árat az üdvösségért.
Now you and I can't pay the price for another's sins. We don't need to. It's already been paid. But we can pay a price that the gospel can get to somebody. De mi képesek vagyunk megfizetni az árat ahhoz, hogy az üd, ahogy az evangélium eljusson valaki számá, valakihez. Amen. We can pay a price in prayer and in giving. Ugye az imádságban, az adakozásban meg tudjuk fizetni ezt az árat. And in preaching and hogy hiszünk, prédikálunk, tanítunk, utazunk, and working and going and dolgozunk, megyünk, küldünk. You've laid down your whole life. Így le tudod fektetni az egész életedet. Ugye? And many are doing that. És nagyon sokan teszik ezt. But how many are supposed to do it? De hánynak kéne ezt megtenni? Mindenkinek. Just because you're not called to stand behind a pulpit. Csak azért, mert neked nem a szószék mögött kell állnod. Doesn't mean you don't have a ministry. Nem azt jelenti, hogy nincs szolgálatod. It doesn't mean you're not called to do this. És nem azt jelenti, hogy neked nincs elhívásod arra, hogy ezt megtedd. And God has given us a free will. We can choose our own life. Isten adott nekünk szabad akaratot. We can make our own plans. Ugye választhatjuk a saját életünket, saját terveket szőhetünk. Or he already has a plan. Vagy ő neki már van egy terve számunkra. And it is not for us to decide what we want to be. És nem a mi dolgunk az, hogy eldöntsük, hogy mit szeretnénk lenni. That's already been decided for. Mert ez már el van határozva előre. It's for us to discover. Nekünk föl kéne fedeznünk. Oh, we've already been called. Mire van az elhívásunk? And anointed. Mire van a fölkenetésünk? És mit kell tennünk? Keep reading here, he said. Olvassuk tovább. Azt mondta. For whosoever, verse 24, will save his life, what will happen? If you hold on to your personal flesh. A 24-es versben, mert aki meg akarja menteni az ő életét, amikor a saját útjaidhoz ragaszkodsz, amikor a saját életedhez ragaszkodsz, a saját álmaidhoz és azokhoz a személyes dolgokhoz, amikről azt hiszed, hogy boldoggá tesznek, akkor mi történik veled? Akkor átcsúszamlik az ujjaid között, és elveszted. You know, I had the privilege of teaching at Rhema Bible Training Center. Már tudjátok sokan, hogy megvolt az a megtiszteltetésem, hogy a Réma Biblia központban taníthattam. Kenneth Hagin szolgálatában számos éveken keresztül. And as instructors, we also were supposed to have exit interviews with anybody that quit. És mint Réma instruktorok, tanítók, meg kellett interjúolunk mindenkit, tehát beszélgetésre kellett hívnunk mindenkit, aki föladta és otthagyta az iskolát. And it was interesting. We had one fellow that quit. És nagyon érdekes volt. Volt egy ember, aki föladta. After 2 weeks. 2 hét után. And his reason was that he already knew everything that was being taught. És az ő oka az volt, hogy már mindent tudott, amit mi tanítottunk. Ez az egyik azoknak a szuper tudatlan fickóknak, akikkel én ott találkoztam. Hogyan tudnád? 2 héten, 2 hét után. Hogy mindent tudsz, amit neked 2 évig, amit veled 2 évig ott tanítanál. Honnan tudnál? Való, bizonyos, hogy biztosan egy nagyon szuper intellektusod van. És kérdeztetitek mindjárt, hogy és mit mondtál neki? Szia, viszlát! Nagyon sokan ezt nem akarják hallani. Beszéltem egy emberrel, áldja meg az Úr az ő szívét. Föladta. És megkérdeztem tőle, hogy miért adott föl. És azt válaszolta, mert nem jól eszek itt. Mert csak azokat a nudlikat eszem, amiket itt ebben a Réma iskolában árulnak.
do you call them? Hogyan hívjátok őket, nudlinak? Yeah, you know what they are. Igen, tudjátok, miről beszélek. And it's been eaten, the box, the cheap boxes of macaroni and cheese. És azokat a olcsó sajtos makaronikat ette. And he said, I've been doing this for months now. És azt mondta, hogy már hónapok óta csak ezt teszem. Then back home. És otthon viszont. I eat with mama and them. És azt tudom menni, amit a mama főz. They got steak every other day. Mert minden másnap steakük van. I said, let me get this straight. És azt mondtam neki, most hadd lássam ezt világosan, amiről beszél. Azért hagyod abba az iskolát, hogy hazamehess a mamádhoz, és steaket ehess minden másnap? És azt mondta, hát... De ő már akkor el volt határozva. Akkor elhatározta már magában, hogy elmegy. És tudod, milyen komoly dolog ez? Do you understand? Érted-e? Well, we need to get back to some of the fire and some of the zeal. Hogy vissza kell mennünk ahhoz a tűzhöz és ahhoz a elhatározottsághoz. And some of the honor that the beginnings of the church had. Ahhoz a tisztelethez, amit a kezdetben a gyülekezet folytatott. Book of Acts. Amit az apostolok cselekedeteiben olvashat. I mean, they had the pudding beat out of them. Ugye, a pudingot is kiverték belőlük. And they went back rejoicing, és örvendeztek, that they were counted worthy, hogy méltónak találtattak, to suffer shame, hogy gyalázatot szenvedjenek. For him. Ő érte, az Úrért. És biztosan így szóltak, hogy Uram, úgy örülök, hogy az én verésemet nem másnak adtad. Thank you. Köszönöm. But the modern church doesn't think like that. De az a modern gyülekezet nem így gondolkozik. Oh, we've been delivered from all that, have we? És azt mondjátok sokan, mi ettől már, minket ez alól már megváltottak. Valóban? No. Valóban? Have we not? Valóban? No. Nem. You ought not suffer for your own mistakes. Nem kell, hogy a saját hibáidért szenvedjél. És nem kell a törvény átkától sem szenvedned. Köszönet Istennek. De van egy szenvedés, amiről egy Péter beszél. Ami Isten akarata szerint van. És az a tisztelet, megtiszteltetés. És ugye, mondhatjuk ezt, hogy nagyon-nagyon távolinak tűnik ez a modern gyülekezeti test számára. De mondom nektek, hogy most lépünk be ebbe az időbe, ebbe az időszakba. Hallottad? Amikor feketébb, világosabb és sötétebb lesz minden. Tudod, mit értek ez alatt? Hogy amikor a fehér és a fekete megkülönböztetik egymástól, amikor az igaz és a hamis, and the sheep and the goats, amikor a kecske és a birka are gonna be made more and more clearly divided. Egyre és egyre inkább eltávolodik egymástól, és világosan fogjuk látni, hogy melyik micsoda. And if you are just a comfort Christian, és ha te csak egy kényelmes luxus keresztény vagy, and the only reason you got into this thing, és az egyedüli dolog, amiért már eleve elkezdted ezt a dolgot, azért, mert azt hallottad, hogy hitet szerezhetsz így, és kaphatsz egy új autót, és kaphatsz egy új házat, és ez az mindaz, ami téged érdekel, és csak ezt tudod. Ez a dolog egyből meg is válaszolja azt, hogy miért nem léptél előbbre. De mondom nektek, amikor olvashatod az apostoli levelekben, az abcsában, hogy amikor odaadták a javaikat, akkor azt elvették tőlük a javaikat, vagy odaadták azokat örömmel szenvedték. Tudták azt, hogy egy sokkal gazdagabb örökségük van. És tudták, hogy ezek a dolgok csak dolgok.
Do we have this higher mentality? Van-e ez a magasabb mentalitásunk? The only thing that will give it to you is the true love of God. Az egyedüli dolog, amivel ezt megszerezheted, az Istennek igaz szeretete. The true love of God, that you know how much He loves you, and you love Him. Amikor Isten igaz szeretete, amikor tudod, hogy mennyire szerető téged, és te is őt szereted. So much, and you love His people so much. És őt annyira szereted, Istent és az ő embereit. That nothing else means that much to you. Hogy semmi más ezen a világon nem jelent neked többet ennél. And you're willing to experience discomfort, even pain. És hajlandó vagy ahhoz, hogy kényelmetlen helyzetben érezd magad, hogy fájdalmad legyen, hogy elvesztesz valamit, hogy áldozol bármit. Ha az Isten királyságának használ. Now I gave you these two things this morning. I want to go over them again. We're going to see the second one more clearly. Két dolgot adtam nektek ma reggel, és még egyszer átmegyünk rajta, és egyre világosabban fogjuk látni. Here, like we've said, are two of the biggest defining characteristics of if it's true, if it's right, if you're going in the right way with this. Két pontja van, és két mutatójele annak, hogy a igaz irányba mész, vagy a helytelen irányba. Az egyik az micsoda, az öröm. Joy. Secondly, és másodszor, if you're really operating in this kind of love, ha valójában ebben a szeretetben működsz, it benefits akkor somebody else. Hasznára van másnak. If you think you're going through a bunch of suffering and it's not benefiting anybody else, ha te szenvedsz és sok szenvedésen keresztül mész, és abból senkinek semmi jó nem származik, akkor meg vagy tévesztve. Ha azt hiszed, hogy azért mész keresztül dolgokon, hogy a te saját szellemi fejlődésed menjen végbe, és azért szenvedem ezt a sok dolgot, hogy még nagyobb kijelentést kapjak, hogy Istenhez közelebb kerüljek, akkor meg vagy tévesztve, be vagy csapva, ez nem keresztényi szenvedés. Jesus suffered nothing except it benefited somebody else. Jézus csak azért szenvedett, hogy másnak jó legyen abból. Do you realize that I just, you know, kicked over a lot of sacred cows right there? Tudod-e, hogy most megrúgtam pár szent tehenet ezzel? Érted ezt? There are whole denominations that some of their central theme is this. Vannak felekezetek, számtalan felekezet van, akik azt hangoztatják, hogy ez a szenvedés Jézusért, ami valójában egy pervers dolog. És ez, végig mennek egy csomó traumán mindezért az életükben, ami állítólag csak az ő személyes szellemi fejlődésükért van. És nagyon bátran kimondom ezt hangosan, hogy ez egy megtévesztés. Azt mondtam, hogy ez egy megtévesztés. First Peter, if you read the whole epistle closely, he carefully defines two reasons for suffering. Ha elolvasod Péternek első levelét, nagyon világosan látod, hogy két dolgot határoz meg a szenvedéssel kapcsolatban. One is suffering for az your egyik, own faults. Amikor a te saját hibáidból szenvedsz. Suffering because of your own mistakes. Amikor hibákat követtél el, és ezért kell szenvedned. A kudarcaid miatt. És nagyon sok százalék az emberi szenvedésnek ebbe a kategóriába esik. There is no glory in it. Nincs benne There's dicsőség. No reward for it. Nincsen ezért jutalom. You are not the better for having gone through it. És nem lettél jobb azáltal, hogy ezen keresztül mentél. At all. Egyáltalán. Did you hear me? Hallottad? Just be frank, it kind of rubs me the wrong way. És őszinte leszek veled, igazán ingerel ez engem. Amikor az emberek a saját hibáikért szenvednek, és azt próbálják erre ráfogni, hogy az Isten dicsőségért van. No. Nem. Nem. De van egy szenvedés, ami Isten akarata szerint megy végbe. Amen. Ami Krisztus ügyéért való szenvedés. Amikor a királyság hasznáért szenved. Az egy hajlandóság, hogy leteszed a saját magadat. Amikor Pál beszélt
az egyik szentről, aki aki az életét kockára tette, hogy csak el tudjon jutni egy bizonyos helyre, és már majdnem meghalt. És a Pál úgy fogalmazott, hogy majdnem meghalt azért, hogy dolgokat, hogy el tudjon pár dolgot hozni nekem. Epafródusról beszélünk itt az igen. És az ilyen dolgot meg kell tisztelni, ugye Pál azt mondta róla, hogy kockára tette az életét csak a Krisztus ügyéért. Azt mondtam, hogy az ilyen dolgot meg kell tisztelni. Amikor az utolsó, amikor kiteszed a lelkedet, amikor elköltöd az utolsó pénzedet, és amikor az egész éjszaka fönnmaradsz és imádkozol, amikor áldozol és leteszed az életedet azért, hogy valaki másnak abból jó származzon. Ha másnak nem származik belőle jó, akkor az hiába való. Alapozzuk meg ezt jobban az igéből. Menjünk el együtt a római levélbe. És erről beszéltem előbb. Időzni akarok ezzel, és pár igére odalapozni. Van erre időtök most? Igéről igére fogunk menni pár percig. Római levél 15. fejezet. Ezek olyan dolgok, amikben kell kérnünk az Úrnak a segítségét hitben. És a kiáltozás, az örömkiáltozás majd később jön. De először el kell oda jutnunk. Amen. El kell oda jutnunk. Őszinte leszek veletek, amikor az Úr ezt a ezt a dolgot rám bízta. Egy kicsit hezitáltam, egy kicsit haboztam. Hogy az emberek nem igazán, amikor elkezdünk erről tanítani, az emberek az elején nem igazán értik meg a dolgokat. És éppen ezért ragaszkodni kell ehhez, és menni kell ezzel a dologgal együtt. De amikor elkezded látni, és amikor áttör ez a lelkedbe, és amikor az egész lényed de elborítja ennek a dolognak a fénye, akkor fölemel téged egy olyan szintre, ahol még soha nem voltál azelőtt. Amen. Hallod, hogy mit mondott nekem Istennek a szelleme? Azt mondta nekem, hogy valójában ti nem tudjátok, mi az igaz kereszténység. Mennyivel lehetnél ennél alapvetőbb és alaposabb, ha meg akarod ezt határozni? Az igaz kereszténység. Mondd el nekem, mi az igaz kereszténység. A szeretet. Hogy olyan vagy, mint a Mester maga. Amen. És ő azért élt, hogy adott, azért élt, hogy letegye az életét másért. Ez szomorúvá tette őt? Depressziósa? Egy szomorú Jézus volt? Vagy az öröm kenetével volt, örömnek olajával volt fölkenve? Az ő társai fölé. Győzelme volt Jézusnak? Tudjuk, hogy az Úr öröme a te erősséged. És Jézus nem volt gyenge, úgyhogy Jézusnak volt öröme? Igen, volt öröme. Tudjátok, körülbelül 15 évvel ezelőtt voltam egy gyülekezetben. Az első alkalommal voltam ott, és még csak el sem kezdtem az üzenetemet. Amikor az első sorban, pacsorban ült két néni, két hölgy, akik aztán elkezdtek sóhajtozni, meg keseregni. Siránkozni, szomorúak voltak. Hangosan. Oh, and I mean so sad.
annyira hangosan nyögrécseltek, meg siránkoztak, olyan szomorúan, és ez nagyon, nagyon zavaró volt számomra. De aztán végül befejeztem az üzenetet. Másnap reggel megint ott ültek. És elkezdtek sírni. Szomorúan. Nagyon szomorúan vajúttak, úgymond. Nagyon szomorúan. És aztán a reggeli alkalom után megkérdeztem a pásztort. Megkérdeztem a pásztort, hogy mi a helyzet azzal a két hölgyel ott az első sorban. És azt mondta nekem a pásztor, hogy két testvér, azok ott közbenjárók. És érted, imádkoznak. Érted, járnak közben. És majdnem azt mondtam, hogy hagyják abba. És valaki azt kérdezheti, mi a rossz ezzel, két testvér? Pár, nagyon sok dolog rossz ezzel kapcsolatban. Nem hiszel a két testvér a közbenjárásban? Igen, hiszek a közbenjárásban, a könyörgésekben. És mindenféle imában. És a vajódásban, és úgymond, mikor a szellemben vajult, abban is hiszel? Igen, igen, vajultam én is, és hiszek ebben. Hiszel abban, hogy amikor közben jársz másokért? Igen. De a dolgokat helyesen kell megtenni. És a megfelelő sorrendben. És vannak időszakok, amikor úgy érzed, hogy valami rád nehezedik, és akkor el kell menned imádkozni. Akkor körbe kell először nézned, hogy ki ül körülötted, ki van körülötted. És mi történik, és ilyenkor nagyon sokszor bocsánatot kell kérned, és el kell menned arról a helyről. Imádkozni. Amen. De és nem csak ez. És azt jelenti, hogy nem, a másik dolog pedig ezzel kapcsolatban az, hogy nem ilyen életet kell élned, hogy mindig siránkozol, meg nyöksz, meg vajut. Igen, van, amikor az imádságban rád jönnek ezek a terhek, és imádkoznod kell, vajudnod kell, és nehezed, érzed ezeket a nehéz terheket rajtad. De amikor ezt keresztül imádkoztad, akkor föl kell állnod, és kiáltanod kell örömben. Mert megkaptad a győzelmet. Amen. Föl kell állnod, és kiáltoznod örömödben. You show me a sad prayer, I will show you a weak prayer. Ha te mutatsz nekem egy szomorú imát, akkor mutatok én is neked egy nagyon gyenge imát. Mert az Úr öröme is your strength. A te erősséged. Amen. És kérdezheted, hogy mit teszel is? Hallod másokat ilyen szomorú hangon mondani, hát csak Istenben hiszünk. No, you're not. Nem, nem hiszel. No, you are not. Nem hiszel ilyenkor Istenben. If you were believing that God had already heard our prayers, ha hinnéd azt, hogy Isten már meghallgatta az imádat, and granted our request, és odaadta, amit kértél, and the answer was on the way, és hogy a válasz úton van, money was on the way, hogy a pénz úton van, the healing power is working in the body, és hogy a gyógyító erő munkálkodik a testedben, it don't make you depressed. Akkor nem leszel depressziós. Does it? Ugye? No. Nem. Hogyan jutottunk mi ide? Róma 15, ott vagytok? Megmutatom nektek az igéket, mert még valamibe bele kell kerülnünk. Reggel. Az egyes vers. Tartozunk pedig mi az erősek. Are
to go on to infinite levels of personal spiritual. Hogy kimondhatatlan szintjeibe jussunk a szellemi fejlődésünknek. Just go on and on. És így ezért szenvedjünk, és csak menjünk ebben tovább. And on and on. És tovább és tovább. Mindegy, hogy mennyire, milyen sok személyes trauma, meg szomorúság, meg depresszió. Csak azért, mert van ennek egy magasabb szintje, van egy magasabb szintje a megvilágosodásnak. That we can reach. I just live in glory, glory, la la land. Amit soha nem tudunk elérni. Ez nem az igaz kereszténység. Think about it now, think about it. When you see somebody that's doing or acting in a way that they call spiritual. Gondolkozz el ezen, hogyha van valaki, aki nagyon szellemien akar viselkedni, amire ő ráfogja, hogy a szellemi. It seems funny to you, all you gotta ask yourself, is that how Jesus lived? És furának tűnik ez neked, akkor ilyenkor kérdezd meg magadtól, így élt Jézus? Ugye? Did he go around all the time with his eyes all back in his head? Jézus úgy járkált állandóan, hogy a szemei azok az égben voltak, vissza forogtak a szemei? Olyan szellemi volt? Talking incoherently? Amikor összefüggéstelenül beszélt? Because he was in a plane above everybody else. Azért, mert egy magasabb szinten lebegett Jézus. És valójában nem volt igazából tudatában annak, hogy mi történik körülötte. Mert annyira magasan volt. Kicsi gyerekek szerettek körülötte lenni. És a kisgyerekek nem akarnak földön kívüli furcsa emberek körül lenni. Mert megijeszti őket. Ugye? Are they like Jesus? You know, some of the most spiritual, the most highly developed in God people I know. És Jézus nem ilyen volt, ugye tudjátok, és a legszellemi emberek, akiket én valaha is ismertem. And I believe I am acquainted with some. És én hiszem, hogy ismerek párat. They are some of the most normal. Azok a legnormálisabban viselkedő az emberek, akikkel te valójában találkozni szeretnél. És nagyon sokszor az emberek, amikor nem normálisan, amikor normálisan viselkednek az emberek, sokan ráfogják, hogy milyen testiek. But they know what true spirituality is. De ezek az emberek tudják csak igazán, akik ilyen normálisan viselkednek, hogy mi az igaz szelleminek lenni. És azt akarom, hogy tudd, hogy semmilyen hamis dolog és semmilyen megtévesztő dolog nincs ezzel kapcsolatban. Istennek dolgai valóságosak. Vagy van tudás szava nálad, vagy nincs. Vagy érted, vagy nem. Vagy látod, vagy nem. Ugye? Emlékszem rá, hogy ez az egyike a legkorai alkalmaknak, amire engemet és a Filiszt feleségemet, Hagen testvér elvitt. Egy ilyen nagyobb alkalmak voltak. És nekem kellett volna beszélnem a délután. Nagyon fiatal voltam a szolgálatban, zöldfülű. És a dicsőség az csak áramlott le az alkalmakon, és csodálatosak voltak. Csodálatosak. És azon az estén együtt utaztunk arra az alkalomra, és a Kenetet szinte érezhettük magunk körül, és Hagen testvér hátul ült a hátsó ülésen az autóban, és én előültem, és Phyllis és Hagen mama azok hátul ültek,
És valamilyen okból azt akarták, hogy én elől üljek. So we're riding along, and I'm just sitting there trying to be quiet, because I realize, you know, if you say talk too much. És én ültem a sofőrrel, és csöndben voltam, mert tudatosítottam azt, hogyha túl sokat beszélsz, it shows your immaturity, because you... akkor megmutatja, hogy milyen éretlen vagy. Reveal what you don't know when you és talk. És fölfedi azt, hogy milyen sok dolgot nem tudsz, amikor sokat beszélsz. Azok az emberek, akiknek nagyon sok megértésük van, három mondatból, amit mondasz, ki tudják venni, hogy milyen vagy. Nagyon sok mindent el tudnak mondani három mondat után rólad. You know, the spiritual man discerns all things, the scripture says. Mert az ige azt mondja, hogy a szellemi ember mindent megítél. He himself is discerned of no man. De ő senkitől sem ítéltetik meg. Nagyon sokszor az emberek, amikor valamit tudnak, csak ezt mondják, And not a couple of times, and you've told them half your life and didn't even know it. És elmondtad nekik már a fél életedet, és még csak nem is tudsz róla. És na mindegy, hagyjuk ezt, és utaztunk, és egyszer csak Hagen testvér oda nyúlt az ülésemhez, mert előtte voltam, megragadta az ülésemet, és elkezdte rázni teljes erőből. És ezt mondta. És rázta. És azt mondta Hagen. Fiú, érezted ezt? Fiú, érezted ezt? És aztán nagyon hirtelen csöndesség lett az autóban. És azt gondoltam magamban, ó, Istenem. Mert én nem éreztem semmit. És mondtam, hogy ó, Istenem. Nagyon jól elkezdtük ezt a dolgot a ma este. Most igazából fogja látni, milyen szellemileg, milyen éretlen vagyok. És nem mondtam egy szót sem, és nagyon csönd lett az autóban. És aztán Hagen testvér azt mondta, és azt mondtam Hagen testvérnek. No, sir. Nem, uram. No, sir. He said, nem. Either. És erre azt mondta Hagen, én sem éreztem semmit. Azt hittem, hogy komolyan mondja. És ezután sokszor visszagondoltam erre az esetre. És mi történt volna, ha azt mondtam volna, hogy igen, igen, éreztem én is. Igen, igen. Igen. Nagyon sokat elmondtam volna magamról. Mindenki mondja hangosan, igaz szeretet. Igaz kereszténység. Igaz szellemiség. Ezt akarom én is. Azt mondja az ige, tartozunk pedig mi az erősek. Mit kell tennünk? Hogy az erőtlenek erőtlenségeit hordozzuk, és mi? És ne magunknak kedveskedjünk. Mindenikünk tudniillik, mit tegyen? Az ő fele barátjának kedveskedjék. Itt a fele barát az angolban szomszédot ír az ige, nem azt az embert jelképezi, aki melletted megvette a házat. Hanem itt a fele barát olyan valakiről beszél, aki közeli hozzád. Aki közel van hozzád, aki épp körülötted van. Abban az időpontban. Let every one of us please his nearby, whoever's close around him, for his good, we might say. Mindenikünk tudni illik, az ő fele barátjának kedveskedjék annak javára. To his edification.
annak épülésére. Mert Krisztus sem, te keresztény vagy. Then that means you are like Christ. Akkor azt jelenti, hogy olyan vagy, mint Krisztus. Even Christ, what, pleased not. Mert Krisztus sem önmagának kedveskedett. Himself. But as it is written, hanem amint megvan írva, the reproaches of them that reproached thee, a te gyalázóidnak gyalázásai hullottak rám, fell on me. But it didn't make him depressed all the time. De ettől Jézus nem volt depressziós mindig, ugye? No. Nem. No. Go to the 16th chapter. Menjünk el a 16. fejezetre, most igéket nézünk. 16. fejezet. 16:1. He says, I commend to you Phoebe. Az egyes vers, ajánlom pedig néktek Phoebe-t. Our sister, which is ami néninket, a deaconess of the church which is at Cenchrea. Ki a Kenkréabeli gyülekezetnek szolgálója. That you receive her in the Lord as becoming saints, and that you assist her. Hogy fogadjátok őt az Úrban szentekhez illendően, és legyetek mellette. In whatever business she has need of you, ha valami dologban rátok szorul. For she has been a succorer, she has been a helper, mert ő is sokaknak pártfogója volt. Of many and of myself also. Nékem magamnak is. Greet Priscilla and Aquila. Köszöntsétek Priscillát és Aquillát, kik nékem munkatársaim Krisztus Jézusban, kik az én életemért mit tettek? A saját nyakukat tették le. Akiknek nem csak én mondok köszönetet, hanem a pogányok minden gyülekezete is. Pál ezzel azt mondta, hogy tartoztok nekik a hálaadással, mert ők letették az életüket én értem ezekben a helyzetekben. We ought to purpose in our heart. We want to be a helper of the body. Le kell szögeznünk a szívünkben, hogy mi a testnek a segítői akarunk lenni. We want to be a succorer, a helper, and egy pártfogó akarunk lenni, segítő akarunk lenni, munkatárs, akik bátorítják és buzdítják az atyafiakat. Amen. But you can't do that. De ezt nem tudod megtenni, ha mindig azzal vagy elfoglalva, hogy nekik mit kellett volna érted tenniük. Ugye? Ki kell kerülnöd a hústest törvényéből, és bekerülnöd Krisztus testébe. Krisztus törvényébe, elnézést. Egyszer voltam egy iskolában, és tanítottam ott a szeretetről, a gyógyulással kapcsolatban egy egész héten át. És egy hölgy jött utánam a folyosón, és elkezdte nekem mondani, hogy kitestvér, olyan boldog vagyok, hogy ezt elmondtad. Én is próbáltam mondani az embereknek, hogy mennyire szeretetben kell járniuk velem. És mondtam neki, hogy testvérnő, te elvétetted ezt az egész dolgot, amiről tanítottam. Ezt nem azért tanítottam, hogy el tud mondani az embereknek, hogyan járjanak veled szeretetben. You can't control everybody. Mert nem tudsz mindenkit uralni. But you can control yourself. De magadat tudod uralni. És erre figyelj, és nézd meg magadat. Amikor elkezdesz így beszélni, és így gondolkozni, azt, nekik oda kellett volna adniuk nekem. Vagy adhattak volna, küldhettek volna adományt nekem. Vagy meghívhattak volna erre, meg erre az alkalomra. Vagy ide, meg ide bele foglalhattak volna. Vagy megkérhettek volna rá, hogy menjek velük. Vagy miért nem tették meg ezt meg kellett volna tenniük. Ilyenkor a hústest törvényében vagy. And if you're in that mode, you're not thinking about what you could have done for them. És ha ilyen a magatartásod, akkor nem arról gondolkozol, hogy te mit tehettél volna értük.
Hallottam már házastársakat, akik egymással szemben ültek az asztalnál, amikor tanácsot akartunk nekik adni. És a feleség elkezdte mondani a férjének, te nem adod meg nekem azt, amire szükségem van. Mert vannak szükségeim. És nem adod azt, amire szükségem van. És nem tisztelsz. És nem voltál ott nekem, mikor szükségem volt rád. És nem tudod, hogy milyenek az én érzelmi elvárásaim, az én szellemi szükségeim. És nem vagy ott, amikor szükségem van rád. És azon nyomban a férj is rávágta. Te sem vagy ott nekem, amikor szükségem van rád. Mert nekem is vannak szükségeim. Nem tisztelsz engem. Nem támogat. Nem vagy ott nekem. Nekem is vannak szükségeim. Hallod, hogy mi történik most? Ez a fél ezt mondja, ez meg ez kell. Adjál. És a másik ugyanezt mondja, én is, nekem is kell. Adjál, nekem is. Senki nem ad senkinek semmit, és nincs semmi, amit el tudnának fogadni. És ha csak ez meg nem változik, nincs a remény. Én egy elv alapján élek. És ez így hangzik. Amikor emberekről beszélünk, amikor Istenről beszélünk, az egy egészen más dolog. De amikor emberekről van szó, ne várj el semmit, és becsülj meg mindent. And you know, I don't get my feelings hurt. És tudod, ilyenkor nem sérülnek meg az érzéseim. If you really do that, then you don't get your feelings hurt when they didn't invite you, because you weren't expecting them to. És ha valamilyen megtörténik, akkor nem fogsz megbántódni, hogyha nem hívtak meg valahova, mert nem is vártad el, hogy meghívjanak. But if they did, it's a surprise and you're glad. De ha mégis megtették, akkor ez egy meglepetés számodra, és boldog vagy. You stay happy. És boldog maradsz. Four people got that. Négyen közületek értették most meg, miről beszélek. Mondjátok hangosan. Nem várok el semmit. Emberekről beszélek. De amikor Istenről beszélünk, akkor sok mindent várj el Istentől. De amikor az emberekről, akkor ne várj el semmit. És mi? Legyél hálás, köszönettel legyél, és becsülj meg mindent. Bármit, amit bárki is tesz érte. Amen. Örülj, legyél hálás. És ne kerülj ebbe a gondolkodás menetbe, hogy ezt kellett volna megtenni. Miért nem hívtak meg? Miért nem kérdeztek meg? Miért nem küldték el ezt meg azt? Mert az én szülinapom volt. Akkor egy nagy csecsemő vagy. Egy kicsi siránkozó, bömbölő bébi. Ez így van. Most tudom, hogy nagyon sok barátot szereztem közületek, hogy ezt elmondtam. Ez igaz. Növekedj föl az Úrban. Növekedj föl a szeretetben. Amen. Kerülj el arra a szintre, amikor a te születésnapod van, és te veszel mindenki másnak ajándékot. Igen. Miért nem? Miért nem? Ez sokkal boldogabb élet. Ahelyett, hogy siránkozol magadban, nem küldtek nekem semmit. Te nagy, hatalmas csecsemő. You know,
amazing that people are supposed to be friends and supposed to be family. Tudjátok, megdöbbentő, amikor azok az emberek, akiknek barátoknak kellene lenniük, családtagoknak. Like the relationship could almost be over. Úgy viselkednek, hogy mintha az egész kapcsolatuk azon nyomban tönkre mehetne. Csak azért, mert valamit valamikor nem tettél meg nekik, és nem vettél nekik valamit. Akkor ez az ilyen ember nem igazán barát. Keresztül mentetek együtt sok mindenen, és most pedig vége szakadna a dolognak egy ilyen kis, a vége szakadna a kapcsolatotoknak ilyen kis dolog miatt. Csak azért, mert nem kaptál virágot. Mert nem kaptál egy kártyát, üdvözlőlapot. Csak azért, mert a pásztorod nem emlékezett valamire. Soha többet nem megyek abba a gyülekezetbe. Tudod, hogyha így viselkedsz, és így érzed, akkor nem csak ott te vagy a leghatalmasabb bébi, aki van az utcában, de akkor méltatlannak ítéled magadat azokhoz az emberekhez képest, azokhoz a társakhoz képest, akiket Isten neked adott. Hogy nem becsülöd meg azokat a társakat, akiket Istentől kaptál. Ezt teszed. És veszélyben vagy, hogy ezt elveszted. Kellene elég éretnek lennünk ahhoz, hogyha valakit nem látunk 5 évig. We should know what's there. Right? And be able to pick up where you left off when you said. Akkor tudnod kell, hogy nem szabad. Akkor képesnek kellene lenned ahhoz, hogy hogy ott folytassátok azt az egész dolgot, ahol abba hagytátok. Amen. Amen. And I'd rather instead of somebody remembering days and remembering steps, which is fine. I'm not knocking that. Now that's all right. Ahelyett, hogy mindenki másnak kéne emlékezni arra, hogy milyen napon van a születésnapod, ne érts félre, én ezt most nem kigúnyolni akarom ezeket a napokat. De én mondom neked, hogy én inkább szeretnék bekapcsolódva lenni a szellemi dolgokba, és olyankor venni neked valamit, amikor igazán szükséged van rá. Ugye? Hogy akkor ott legyek, hogy Isten tudjon használni engem abban, tudjak neked valamit szólni, valami bátorítót. Amen. I'd rather somebody do something that was directed of God and right than to waste money. Én inkább szeretném azt, hogy Isten valaki tegyen valamit értem, úgy, hogy tudom, hogy Isten vezette őt arra, ahelyett, hogy a pénzét vesztegesse. Olyan dolgon, ami valójában nem jelentett semmit. Te is így vagy ezzel? És természetesen rendben van, hogy születésnapján veszel az embereknek valamit, vagy bármilyen más alkalommal, én ezt nem gúnyolom most ki. Én csak ezt a másik szemszögből akarom megvilágítani, hogyha nem kapol üdvözlőlapot, akkor ne veszd el az üdvösségedet ez miatt. Értve ez alatt, hogy ne vedd el az örömödet, hogy mutasd meg, hogy te igenis felnőttebb keresztény vagy annál, mint hogy ez a kis dolog téged kihozzon a sodrodból. Nőj föl Istenben. Amen. És ne így mondd ezt, hogy tudom, hogy szeretnek, és én most nem fogok foglalkozni ezzel a kis üdvözlő kártyával. Ugye? Oh,
Köszönöm testvérem azt az egy áment, amit mondtál erre. Hát hogyan kerültem megint erre a dologra? Még vannak, gyerünk, vannak igék, amikhez el kell mennünk. A 1 Korintusi levélbe menjünk el. Krisztus törvényéről beszélek. Arról beszélek, hogy az életünket le kell tenni. És az nem egy rossz dolog. Nem depressziós dolog, hanem jó dolog. Amely számodra teljes megelégedést hoz. És örömöt. 1 Korintus 10, 23-as vers. 1 Korintus 23. Minden szabad nékem, de nem minden használ. Minden szabad nékem, de nem minden épít. Nagyon sok mindent meg tudsz tenni. De nem minden, amit teszel, fog mást fölépíteni. 24-es vers. Senki ne keresse, ami az övé, hanem kiki azt, ami a másé. És itt nem csak a mondjuk a gyarapodásról van szó, nem csak a szellem, nem csak az anyagi gyarapodásról, hanem ugyanúgy a szellemi gyarapodásáról, a fizikai dolgokról. Amikor neked mikor használ az neked, hogyha másnak a gyarapodását keresed? Yes. Ugye, rosszul tettem fel a kérdést. Használ-e neked az, hogyha másnak a gyarapodását keresed? Igen, használ. What is it, 12, what we call the golden rule? He says, in all things, whatsoever you would that men should do for you, do you even so unto them. Ugye, olvashatjuk még az evangéliumokban, hogy ha valamit szeretnétek, hogy az emberek tegyenek veletek, akkor ti is hasonlóképpen cselekedjetek azzal. Ugye ez az aranytörvény, amit a keresztény körökben ismernek. Ez a vetés és aratás törvénye. Szeretnéd, hogyha valaki kifizetné a házadat? Kifizetné a részleteket? Mondjuk, hogyha részletre vettél házat? Én merem mondani, hogy nagyon sokan itt közületek, kiárasztottátok a hiteteket ebben. Az az ige, amit most olvastunk, mit kéne tenned? Ugye? Lehet, hogy nem tudod valaki másnak az egész házát kifizetni, de egy csekket kiállíthatsz nekik, ugye? Írhatsz, vagy egy részletet kifizethetsz nekik. And would it really excite you more to pay their house off than to get yours paid off? És igazából nem örülnél annak sokkal jobban, hogyha ki tudnád valaki másnak a házát fizetni, ahelyett, hogy a magadét fizest ki először? Nagyon sokat itt most a tömegből elvesztettem, hallom. De itt vagyunk, ugye? De nem kell itt maradnunk. Ugye? Szeretnéd, hogyha valaki venne neked egy új autót? Szeretnéd? Hogy csörgetné a kulcsot a kezében, és azt mondaná neked, hogy hé! Isten felébresztett engem tegnap éjjel, és azt mondta, hogy vegyem meg neked ezt az autót. Itt van. Itt van a biztosításról a papír, minden rajta áll a te neved. Szeretnéd ezt? Megáldaná ezt téged? Akkor a Máté 7:12 alapján mit kéne tenned?
whatsoever you would that men would do for you, do you even so unto them. This is the law and the prophets. Ugye a Máté 7:12-ben olvashatjuk, hogyha amit akartok azért, hogy az emberek veletek cselekedjenek, mindazt ti is úgy cselekedjétek azokkal, mert ez a törvény és a próféták. Amit csak akartok, hogy az emberek veletek cselekedjenek. Használod-e a hitedet más emberért? Ki kell magunkat fejleszteni kell magunkat abban, tréningezni kell magunkat ebben. Az első alkalommal, amikor ezt megláttam, volt egy, az Úr vezetett engem ide, volt egy autónk, amivel kapcsolatban adósságban voltunk. És egy része ki volt fizetve, de volt, amivel még tartoztunk. És az Úr foglalkozott velem, hogy így működik ez, vetés és aratás. Ha szeretnéd, hogy valaki kifizesse a tiédet, akkor segítened kell abban, hogy valaki más ki tudja fizetni a másik, a sajátját. És ez nem így működik, hogy kirohansz és megragadod az első embert, akit látsz. Az Úrtól kell hallanod, mert el tudod tékozolni a magot. El tudod véteni Istent ezekben a dolgokban. Elkezdtem keresni az Urat ebben, és kértem, hogy Uram, mutasd meg nekem. Kinek tudok segíteni? Mutasd meg! Mit tehetek? És nem egy-két hét alatt történt ez meg, hanem pár hónap múltán. De állandóan följött a szívemben egy szolgáló társam. És emlékszem rá, egy Ford kocsija volt. És tudod-e, hogy minél tovább várakozol Istenre, minél inkább biztos leszel abban, hogy az Isten. And eventually I went to his office and I sat down and across from, we talked about this and that. And finally I said, you know that car out front there? I said, that's your car? He said, yeah. És találkoztunk egyszer, és elkezdtünk beszélgetni, és kérdeztem tőle, hogy az a kocsi, ami kint áll, az a tiéd? I said, I know it's none of my business. I said, but do you owe money on that car? És kérdeztem tőle, tudom, hogy nem rám tartozik, de tartozol te valakinek ezért a kocsiért? He said, well, yes, son. És azt mondta, hogy igen, van még adósságom, egy kevés. And I said, I know it's none of my business, but és azt mondtam neki, tudom, nem rám tartozik, de mennyivel tartozol? And he said, és azt mondta, hogy 3300 dollárra. És meg kell, hogy mondjam, egy kicsit megkönnyebbültem, de ugyanakkor már el voltam határozva, hogy ha azt mondaná, hogy 20 ezer dollár, akkor is kifizetném, mert az Úr foglalkozott velem ezzel kapcsolatban. És természetesen ez pár évvel ezelőtt volt, és abban az időben 3300 dollár sokkal többnek tűnt, mint most. It wouldn't have mattered if it was 33,000, because I didn't have either one. És valójában nem volt lényeg, hogy 3300 dollár, vagy mennyi volt, mert nem volt egy fillérem se. Mert nem volt meg. But the Lord had already dealt with me. De az Úr már foglalkozott velem. I'm talking about practical ways that you lay down your life for others. Amen. Most praktikus dolgokról beszélek, hogy hogyan teszed le az életedet másokért. Amen. Hogy használod a te hitetet másokért. He already dealt with me. I got it in my spirit. I said, well, I'm az Úr már foglalkozott velem ezzel kapcsolatban. I'll pay that off for you. És azt mondtam ennek az embernek, ki akarom érted ezt fizetni. I said, how much are your payments? And he told me it was. És kérdeztem tőle, hogy mennyi a részlet, amit havonta fizet. $300 something dollars. És azt mondta, hogy 300 valamennyi dollár. Send you at least that much every month. Give me at least a year. És azt mondtam neki, hogy legalább minimum ennyit fogok neked küldeni ennyi pénzt,
és adjál nekem egy évet. And I'll pay it off. És kifizetem neked az egész autót. He said, really? És azt kérdezte, tényleg? Yeah. És mondtam neki, hogy igen. Well, he was glad. És nagyon meghökkent. And it really does. When you get into this, you will get more pleasure out of seeing somebody else's needs met. You'll enjoy yours, but you'll even get more out of being. És amikor ezt megérted és világosságot kapsz ezügyben, akkor tényleg nagyobb örömöt fog neked okozni az, ha valaki másnak segíthet, vagy kifizethetsz valamit, mint ha magadnak tennéd. You used to meet somebody else's need. Oh, you tap into something rich here. Nagyon egy nagyon csodálatos és gazdag dologba kerültünk most bele. The very law of the Christ. A Krisztusnak az igazi törvényébe. True Christianity. Az igaz kereszténységbe. We had to believe God. Hinnünk kellett Istenben. Everything else that was going on. Minden más dolog mellett, ami velünk történt akkor. De tudod-e, hogy ott volt minden hónapban az a pénz? Az a $330, vagy mennyi volt. És 11 hónap után kifizettük az egészet, ugye? Igazam van? 11 hónapon belül kifizettük az egészet. Ahelyett, hogy tovább húzódott volna a dolog. And, he was happy, we were happy. És boldog volt, mi boldogok voltunk. But you know, you find out if you really believe this, when you start getting in your pocketbook every month, and sending somebody else's payment. És tudjátok, igazából sokkal könnyebben tudtok így hinni, amikor valaki másnak kell kifizetni a dolgot, ahogy bele kell nyúlnod a zsebedbe, és azt a pénzt kifizetni. But I'm telling you, what, just a couple of months after that, somebody met me in the parking lot, and they thrust a check in my hand, said, Brother Keith, I don't know what you need this. El akarom nektek mondani, hogy pár hónappal ezután valaki találkozott velem a parkolóban, és egy csekket nyomott a kezembe, és azt mondta, hogy két testvér, nem tudom, hogy mire van szükséged. De úgy gondolom, hogy szükséged van erre a pénzre. Megnéztem a csekket, és pontosan annyi összeg állt rajta, hogy a mi kocsinkat ki tudjuk fizetni. Ami körülbelül négyszer akkora összeg volt, mint amit mi lefizettünk. Körülbelül 15-16 ezer dollárról volt szó. Amen. És aztán kifizettük. És tudjátok-e, hogy nagyon sokkal, de sokkal több örömöm származott abból, hogy az övét ki tudtam fizetni, mint hogy a miénket ki tudtam fizetni. Do you believe that? Hiszed ezt? Is that real to you? Valóságos ez számodra? And you actually get addicted to this. És valójában úgymond rászoksz erre a dologra. We're gonna read that in just a minute. Well, let's just read it right now. Olvassuk el most azonnyomban az igét ezzel kapcsolatban. Skip on over to the 16th chapter, 1 Corinthians. Menjünk el az 1 Korintus 16 fejezetre. 1 Korintus 16. Túl gyorsan mozdulunk most, azt hiszem. Elolvassuk ezt, elolvassuk a másik igét, és befejezzük. Nem tudok mindent elmondani ma este. Menjünk vissza, fejezzük fel először az 1 Korintus 10-et, és azután olvassuk el a másikat. What we read, 23? A 23-as, igen. A 24-es. Olvassuk el ismét a 24-est. No man seek his own, senki nem keresse, ami az övé, hanem kiki azt, ami a másé. Az angolban egyébként úgy van, hogy ami a másé helyett, hogy a más embernek a vagyonát, vagy a más embernek a gyarapodását. Whether therefore you eat, or you drink, or whatever you do, do all to the glory of God, and give not offense, neither to the Jews, nor to the Gentiles, nor to the church of God, even as I do what? Did you hear the Spirit of God through Paul? Even as I please all men in all things, not seeking my own profit, but the profit of many, that they may be saved.
Olvassuk tovább az igét. Olvassuk tovább a 31-es ige verset. Azért akár esztek, akár isztok, akár mit cselekedtek, mindent az Isten dicsőségére tegyetek. Meg ne botránkoztassátok se a zsidókat, se a görögöket, se az Isten gyülekezetét. Halljátok, hogy mit mond az Úr szelleme Pálon keresztül? Miképpen én is mindenkinek mindenben kedvében járok, nem keresvén a magam hasznát, hanem a sokaságét, hogy üdvözüljenek. Is this true Christianity? Ez az igaz kereszténység? Is this how Jesus lived? Így élt Jézus is? Is this how the Apostle Paul lived? Így élt Pál is? Is there another example for us to follow, or is this it? Vajon van egy másik példa a kép, akit követhetnénk, vagy ez az, amit követnünk kell? This is it. Ez az. This is it. Ez az az igazi. And in the 16th chapter that I mentioned to you. És amit említettem a 16. fejezetben, Korintus 16. 13-as vers. 16:13. 1 Korintus 16:13. Vigyázzatok! Álljatok meg a hitben! Legyetek férfiak, legyetek erősek! Minden dolgotok szeretetben menjen végbe! Mennyi dolog? Minden. Minden dolgod. Az a reggeli is? Amikor elkészülsz? Amikor fölöltözöl, amikor mész iskolába, mész a munkádba, amikor hazafelé vezetsz a munkából. Amikor az ügyfelekkel foglalkozol. Amikor a kliensekkel foglalkozol. Az vásárlókkal. Amikor a türelmetlen vásárlókkal foglalkozol. Minden dolgotok, mondjátok hangosan, minden dolgotok. Minden dolgotok. Szeretetben menjen végbe, intelek pedig titeket, atyám fiai. Hiszen tudjátok, hogy Stefanásnak háza, népe, Akája zsengéje. És ők a szenteknek való szolgálatra adták magukat. Halleluja! Hallelujah. Let me keep reading. He says that you submit yourselves to such and to everyone that helps with us and labors. I'm glad of the coming of Stephanus and Fortunatus and Achaicus, for that which was lacking on your part, they have supplied and they have refreshed my spirit and yours, so acknowledge them that are such. Hogy ti is engedelmeskedjetek az ilyeneknek, és mindenkinek, aki velük szolgál és fárad, örvendezek pedig a Stefanás, Fortunátus és Akaikus eljövetelének, mert a ti hiányatokat ők pótolták, mert felüdítették az én szellememet és a tiéteket is. Megbecsüljétek azért az ilyeneket. Ilyen akarsz te is lenni? Amikor eljössz ide, vagy bárhova máshova, akkor felüdíted az embereket. Amen. A szavaid által, az arckifejezésed által. Mert nem csak magaddal vagy magadra összpontosítasz. Nem vagy morbid, és nem vagy szomorú, mert valamid nincs. Vagy ki mit nem tett meg, érted? Hanem föltekintesz. És nem vagy annyira megtévesztve, hogy azt hiszed, amikor bejössz a helyiségbe, akkor a zenének is le kellene állnia miattad. És kiterítik eléd a vörös szőnyeget. Mert te nem vársz el semmit. But you're appreciating everything, and your heart's open for God to use you to help. És hanem megbecsülsz mindent, és a te szíved nyitott Isten felé, hogy tudjon téged bármikor használni. Somebody. Hogy valakinek az érdekében. Ha te ezt elkezded, akkor nagyon hozzá fog szokni ehhez a dologhoz. Rá fog szokni. So és
és amikor elmegy egy-két nap úgy, hogy nem tudsz senkért semmit sem tenni, akkor már elvonási tüneteid lesznek. And I got to help somebody. És azt fogod mondani, segítenem kell valakinek. Valakiért valamit tennem kell. És annyira rá fog szokni erre, hogy valójában azt fogod gondolni, hogy valami nincs rendjén veled, amikor egész nap elmúlik, nem segítesz senkinek, és csak magadon gondolkozol. És akkor valami helytelen, és az így is van, mert ez így rossz. The problem is so many Christians have lived that way so long, they think that's normal. Azzal gond, azzal, hogy nagyon sok keresztény olyan régóta él így, hogy azt hiszik, hogy ez a normális dolog. It's not normal. És ez nem, és ez nem normális. For the Christian. A keresztény számára ez így nincs rendjén. You are born to be a blessing of God. Azért születtél, hogy Isten áldása legyél. Amen. Isten elhívott téged, és felszerelt, hogy felüdítsél másokat, hogy felüdíts másoknak a szellemét. Nem kell ahhoz prédikálnod, és nem kell ahhoz fejből tudnod az egész Bibliát. Isten igaz szeretetének kell, hogy legyen benned. A te szívedben. Elég az, hogy valakire csak rámosolyogsz, és hagyod, hogy a békesség kiáradjon felőled. Belőled. And all kind of love come out of your heart. És hogy a szeretet áradjon belőled. All day with them, but just for two minutes, they know that somebody thinks they're worth the time. Nem kell ahhoz egész nap valamit csinálnod, hanem elég ahhoz két perc, és fogod tudni, hogy azok az emberek fogják tudni rólad, hogy te jelentesz nekik valamit, hogy ők jelentenek számodra valamit. Amen. You don't see them just as a piece of furniture. You don't just see them as something in your way. You see them as an eternal spirit, some the one that God loved. Nem csak úgy tekintesz rá, mint egy bútordarabra, vagy mint egy jelentéktelen lényre, hanem úgy tekintesz rájuk, ahogy Isten egy örök élő szellemre. Gave his only begotten son for. Akiért odaadta az egyetlen egyszülött fiát. Amen. Amen. I'm talking about a higher way. Úgy egy magasabb szintjéről beszélek az életen. Arról beszélek, amire elhívásunk van, hogy legyünk. Olyanok legyünk. Arról beszélek, hogy az első zsengéjében éljünk azoknak a dolgoknak, amiben majd a mennyországban amúgy is létezni fogunk és élni fogunk. Tudtok erre egy áment mondani? Stand up on your feet, let's decree it. Álljatok föl és jelentsük ki most ezt. Let's proclaim it. Jelentsük ki. Say it out loud, I'm born. Mondjátok hangosan. Of God. Istentől születtem. I'm born. Of love. A szeretettől születtem. Love is in me. Szeretet van bennem. I live in love. Szeretetben élek. Szeretetben járok. Szeretetben gondolkozom. Szeretet által látok. Szeretetben tapintok. Szeretetben érintek és szeretetben működöm. Azért születtem, hogy egy áldás legyek. A családom számára, a barátaim számára, a társaim számára, a szomszédaim számára. Én egy áldás vagyok. Halleluja. Köszönjük, Mester. Thank you, Master. Köszönjük, Mester. Thank you, Master. Köszönjük, Mester. Hallelujah. Hallelujah. Oh, glory to God. Dicsőség Istennek. Would you just close your eyes for just a moment?
Csukjátok le a szemeiteket egy percre. Just lift up your hands before the Lord and thank him just quietly. Emeljétek föl a kezeiteket az Úr előtt, és csöndben köszönjétek neki meg. Father, I thank you so much. Atyám, köszönjük neked. I know we've just barely gotten into some of these things. Tudom, hogy csak épp, hogy csak bele kerültünk ezekbe a dolgokba. I know maybe I didn't say or do everything just right, but I know your spirit has the ability. Tudom, lehet, hogy nem mondtam mindent úgy, ahogy kellett volna, de tudom, hogy a te szellemed képes arra, hogy ez a Szent Szellem megnyissa ezt az emberek szívében és a szemeiknek, hogy behozza őket ennek a dolognak a teljességében. És hisszük, Atyám, és kiárasztjuk a hitünket ebben. Say this out loud from a prayer of faith, Father God. Mondjátok ezt el ezt a hitimáját, Atya Isten. Open up my spirit. Nyisd meg az én szellememet. And make me aware of people. Hogy tudatában legyek az embereknek. All around me. Akik körülöttem vannak. Like I've never been. Ahogyan azelőtt nem voltam. Help me to be aware. Segíts, hogy tudatában legyek. Spiritually. Szellemileg, szellemi tekintetben. Of the spirits. Of men. Az emberek szellemének. And women. And children. És a gyerekek szellemének. All around me. Azokat vegyen figyelembe, akik körülöttem vannak. És használhatóvá teszem magamat. For you. Hogy te